Azt ugye elmondani, hogy miért beteg a magyar futball, meg milyen problémáik vannak, az nagyon-nagyon nehéz. Egy ember nem is tudna elmondani, én se hiszem azt, hogy én mindent tudok. Amit el tudok mondani, az az, hogy nincsenek meg a feltételek, nincsenek meg az a... most láttam itt a pályát, mondjuk az első pálya volt, azt mondják, hogy az első pálya az tényleg nagyon szuper, de hát a gyerekeket idehozni ilyen körülmények között nagyon-nagyon nehéz. Tehát azért én úgy gondolom, hogy mindenhol kellenének most már olyan sportcentrumok, ahol műfűes pályák vannak, és megfelelő körülmények között lehet a gyerekekkel dolgozni. És amellett, hogy meglennének ezek a létesítmények, kellenének az edzők, akik értenek hozzá. Tehát utánpótláskorban nem lehet olyan edzőt oda tenni, aki nem tudja megmutatni, hogy hogy kell jobban ballon passzolni, külsővel, belsővel ugni. Tehát ezek lennének az utánpótlás részére a legfontosabb dolgok, ezeket kellene változtatni. Utána meg sajnos már az se igaz, hogy a 15-16-es korban mi esetleg Európa legjobbjai lennénk, vagy a világ élvonalába tartoznánk, hiszen ha megnézzük, az utóbbi időkben U16-tól, U17-től, U18-tól kezdve mindenki kiesett a selejtezőkbe. Azt jelenti, hogy már egy kis problémák vannak. Ha megyünk följebb és azt nézzük, hogy NB1, először is kezdjük onnan, hogy NB3-ban nem engedni külföldit játszani. NB2-ben ugyanúgy, és NB1-ben is mindenféleképp korlátoznám, hogy hány külföldi játszhat. Most már voltak olyan mérkőzések, hogy egy magyar játékos volt a pályán. Igaz, hogy az Liga Kupa mérkőzés volt, de a Liga Kupát viszont azért írták ki, hogy ott a tehetséges fiatalok játszanak. Erre fel csak a külföldiek jönnek. Úgyhogy én ebben látom így a nagy problémákat. Hát reméljük, hogy ebbe is majd történnek változások, de ameddig nincsenek megfelelő körülmények, és nincsenek olyan edzők, akik a gyerekeket föl tudják nevelni, és megmutassák azt, hogy mit kell csinálni a labdával, megtanítják a játékrendszereket a gyerekeknek, addig azt hiszem, hogy nem lesz változás.